bemutassam a zsűri tagjait. Hiszek neki, édesanyám, mert én szeretem, nem mondják a bárnyai lányok, hogy csak itt legyen. Mi az váronban van egy lező lába, tőle hagyik az árba. Rászállod, te sárga lányos halál, mindig a sírnok áll. Most felkérem dr. András Palvi Bertalan, mondja elköszöntő beszédét. A tánc régen mindenkié volt. Fontos szerepe volt a társadalom egészségének az életében, történelmet alakított. Így ahogy funkciója, mondanám én tudományosan, az, hogy a közösség élményét adja. Népviselet, amit akkor fölöltenek a székely leálló, csíksomjó, azok az ruhájukkal kifejezik azt, hogy hova tartoznak, hogy magyarok. Nem véletlen, hogy az azután keletkezett, hogy Erdélyt elvesztettük, és kisebbségbe került a magyarság. A ruha az kifejezi azt, hova tartozom. Tanuljuk is egymástól, és lássuk, érezzük a táncolókon az erőltetett mosolygás nélkül is a tánc örömét. Tanuljuk, és próbáljuk ezt a járványt, a tánc szeretetét másoknak is megadni, mert az élet teljességéhez hozzátartozik. Szegényen az az ember, aki nem táncol. Marad meg a táncos föllépéseknél is egy ruha, ami a régi paraszti életben alakult ki, amit ma már nem viselünk. Ugyanúgy a táncot is beszorítottuk a színpadra. Vajon mikor jön le a színpadról és válik úgy táncos örömmé minden fiatalnak, mint az, hogy régen volt? Yeah.
táncban nyilvánul meg. Az egymás megismerése, fiú-lány egymásnak a megismerése, és a megismerés során egymás kiválasztása szorosan összefüggött a tánccal. A táncban nem lehet hazudni. Ahogy táncol az ember, olyan a jelleme. Vajon ezt is vissza lehet-e szerezni? Egy nyelv, amivel beszélni lehet. Ha mind el tudnám mondani azt, hogy mit lehet a tánccal elmondani, akkor nem lenne szükség táncra. Ha a régi magyar táncot elemezzük, foglalkoztam ezzel hosszú ideig, abban pont az ellenkezőjét látjuk annak, amit a színfali tánc megkövetel. Filmeztem a táncokat, azt láttam, még a cigány táncokban is, sőt, néha keményebben ott, még csak nem is néznek egymásra. Nem, hogy most ugye rákiáltunk a színpadra, mosolyogjának, nem temetéshez. A régi táncokban egyáltalában nem volt arcmimikat, nem lehetett kifejezni, szégyen lett volna, elárulja valaki az érzelmeit, az arconása. Fegyelemet, ügyességet és valahová tartozást is megtanul az ember. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a résztvevőket, legyen nagy örömük abban, hogy magyarul táncolnak.